Sálom, gyerekek! Ma egy különleges és fontos ünnepről mesélek nektek, amiről minden évben meg kell emlékeznünk, mert Jahuá így rendelkezett. Ennek az ünnepnek a neve a Páska ünnepe, amit héberül Pészáknak mondunk. Biztos hallottatok már Mózesről, és arról, hogy Jahuá őt bízta meg azzal, hogy kivezesse Izrael népét Egyiptom földjéről. Izrael fiai sok éven át Egyiptomban éltek, jólétnek örventek és sokasodtak. De új, gonosz fáraó került hatalomra. Ezt a rosszindulatú zsarnokot félelem fogta el az izraeliták sokasodása miatt, ezért rabszolgasorba döntötte őket. Mózes 80 éves volt, és már nem élt Egyiptomban, amikor Jahuá megjelent neki egy égő csipke bokorban. Arra utasította, hogy menjen vissza Egyiptomba, hogy megjelenjen a fáraó előtt, és kérje tőle, hogy engedje szabadon Jahuá népét. Előre figyelmeztette Mózest, hogy a fáraó nagyon makacs lesz. Segítőül a testvérét, Áront ígérte meg neki. Mózes nem sokára úton volt vissza Egyiptomba. Áron eléje ment, és a pusztában találkoztak, majd együtt mentek vissza Egyiptomba. A fáraónak esze ágában se volt a rabszolgáit bárhová is elengedni. Igazság szerint annyira felbőszült az ötlettől, hogy gonoszabb lett, mint valaha. Határozottan elutasította ezt a kérést. Kicsoda, Jahuá, hogy én szót kellene fogadjak neki? Én nem ismerem Jahuát, és a népét sem engedem el. Vagy talán el akarod vinni a szolgáimat? Azt már nem. Inkább dolgozzanak még keményebben. Így még gonoszabb lett az izraelitákkal. Még keményebben hajtotta őket. De Jahuá látta az izraeliek szomorúságát. Ő meghallotta a kiáltásukat, könyörgésüket, és válaszolt. Mózes figyelmeztette a fáraót. Király, ha te nem engeded el a népet, meglátod, hogy Jahuá akkor sem hagy el minket. De a fáraó nem hallgatott e szavakra. Ezután Jahuá csapásokat kezdett küldeni Egyiptomra. Mózes és Áron újra meg újra kérte a fáraótól, hogy engedje szabadon a rabszolgáit. De a fáraó megtagadta a kérést. Jahuá erre újra meg újra hatalmas és félelmetes dolgokat tett. A folyó vérré vált, békák voltak mindenütt, amik elpusztultak és bűzlöttek. A por kellemetlen csípős szúnyogokká változott. Bögölyök rajzottak, a házi állatok betegségekben pusztultak el. Emberek és állatok fekélyektől szenvedtek. Iszonyú jégeső pusztított, a maradék termést pedig sáskák pusztították el. Sötétség borult a földre 3 napig. A 9. csapás sűrű sötétségében az egyiptomi embereknek volt idejük elgondolkozni az őket ért szerencsétlenségeken. Jahuá adott nekik időt belátni, hogy ő hatalmasabb az összes bálványuknál. Megbánhatták volna a bűneiket, és választhatták volna őt Elohimüknek. De a fáraó nem bánta meg, és ismét nem engedte az izraelitákat távozni. Sőt, ezúttal azt mondta Mózesnek, hogy hagyja el a palotát, és soha többé ne jöjjön vissza. Már világos volt, hogy az izraeliták számára végre elérkezett Egyiptom elhagyásának ideje. De Jahuának volt még egy figyelmeztetése a fáraó számára. Ha a fáraó még mindig megtagadja az izraeliták elengedését, a legszörnyűbb büntetést hozza rá és népére. Így üzen Mózesen keresztül. Ma éjszaka, éjféltájban végigmegyek Egyiptom földjén, és minden egyiptomi családban meghal az elsőszülött fiú. Egyiptom királyának, a fáraónak elsőszülött fia éppen úgy meghal, mint a kézimalommal dolgozó rabszolganő elsőszülött fia. Sőt, még a házi állatok elsőszülöttjei is elpusztulnak. Olyan nagy sírás és jajgatás hallatszik majd egész Egyiptomban, amilyen még soha nem volt, és nem is lesz többé. Ugyanakkor az izraeliek között sem ember, sem állat hangját nem lehet majd hallani, mert a hajuk szála sem görbül meg. Még a kutyák sem fognak ugatni. Ebből fogjátok megérteni, hogy Jahuá különbséget tesz az egyiptomiak és az izraeliek között. Milyen szörnyű csapás. De nem kellett volna megtörténnie, ha a fáraó engedelmeskedik Jahuának. Jahuá pontosan elmondta Mózesnek, hogy hogyan készüljenek fel az éjszakára, amikor a pusztító angyal átsuhan Egyiptom földje felett.
Összehívta Mózes Izrael összes véneit, és azt mondta nekik, fogjatok hozzá, vegyetek magatoknak bárányt, és vágjátok le. A bárány vérét fogjátok fel egy edénybe. Vegyetek egy kötek izsópot, és mácsátok az edényben lévő vérbe. Azután kenjétek meg az edényben lévő vérrel a szemöldökfát és a két ajtófélfát. Senki ne menjen ki közületek reggelig a háza ajtaján. Amikor átvonul Jehuá, hogy megverje Egyiptomot, és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélfán, akkor kihagyja azt az ajtót, és nem engedi, hogy bemenjen a pusztító a ti házatokba, és titeket is csapásokkal sújtson. A páskabárány húsát tűzön süssétek meg, majd kovásztalan kenyérrel és keserű növényekkel együtt még akkor éjjel egyétek meg. Amikor a páskabárányt eszitek, legyetek útra készen. Vegyétek magatokra az úti ruhát, kössétek meg az öveteket, sarutok a lábatokon legyen, és botjaitok a kezetekben. Így egyétek azt nagy sietve. Mostantól fogva emlékezzetek erre a napra, és ünnepeljétek meg azt minden évben. Tartsátok meg a páska ünnepét Jehuá tiszteletére. Így legyen ez nemzedékről nemzedékre. Örökre érvényes rendelkezés ez a számotokra. 7 napig nem szabad kovásszal készült kenyeret ennetek, csak kovásztalant. Tartsátok meg tehát a kovásztalan kenyerek ünnepét, mert ezen a napon hoztam ki törzseitek seregeit Egyiptomból. Utódaitok is ünnepeljék meg ezt nemzedékről nemzedékre. Örökre érvényes rendelkezés ez a számotokra. Aki nem tartozik Izrael közösségéhez, az nem ehet a páska bárányból. Minden család abban a házban fogyassza el az egész páska vacsorát, ahol azt elkészítették. A kész páska bárányból semmit sem szabad kivinni a házból. A páska báránynak egyetlen csontját se törjétek el. Izrael közösségéből mindenki vegyen részt a páska vacsorán. Ha a közöttetek élő idegen nemzetiségű férfi is részt akar venni az örökkévaló páska ünnepén, akkor őt és háza népében minden fiút és férfit előbb körül kell metélni. Ezután már ugyanúgy részt vehetnek a páska vacsorán, mint az, aki izraelinek született. De az a fiú vagy férfi, aki nincs körülmetélve, nem ehet a páska bárányból. Ezek a rendelkezések egyformán vonatkoznak a született izraeliekre és a közöttetek élő idegen nemzetiségű lakosokra. Izrael népe engedelmeskedett mindazoknak a parancsolatoknak, amelyeket Jehuá, Mózesnek és Áronnak mondott. Amikor eljött az idő, minden izraelita család bement és megette a sült bárányt. Útra készen voltak öltözve, és sietősen ettek, folyamatosan készenlétbe kellett állniuk. Aztán még napfelkelte előtt elhagyták Gósen földjét azon a tavaszi reggelen. Ezért emlékezünk meg minden évben a páska ünnepéről. Ezért fontos nekünk, mert rendelet ez Jehuától. Emlékeztető arról a félelmetes éjszakáról, s hogy Jehuá az ígéretét mindig megtartja, s az övéit kimenekíti. De másra is emlékeztet bennünket. Izrael testi fogságból való megmenekülése az egész világ szellemi fogságból való megszabadítását jelképezi. A páska bárány arra emlékeztet, hogy Jehusá a megváltó, mint Elohim báránya, ő az igazi páska bárány. Ő feláldozta magát, hogy mindannyiunk bűnét magára vállalja. Mindenkiért meghalt, hogy megszabadítson a gonosz, kegyetlen ellenségtől. Persze ez nem azt jelenti, hogy bármit megtehetünk, mert már megszabadította a bűneinktől. Be kell tartanunk Jehuá törvényeit, alázatosaknak kell lennünk. Ha azt választjuk, hogy szeretjük őt, bízunk benne, és engedelmeskedünk neki, segíteni fog nekünk, és megvéd bennünket, ahogy az ajtófélfára kent vér megmentette az izraelitákat. Megenni a bárányt azt jelenti, hogy mindent megtanulunk, amit csak tudunk az ő szent szavából. Az ő szava táplálék, ami megerősíti az elménket, gondolatainkat Sátán hazugságaival szemben, s erőt ad nekünk az engedelmességhez. Ha így cselekszünk, biztosak lehetünk abban, hogy ez kedves Jehuának, és egyben felkészülhetünk, hogy elfoglaljuk helyünket Jehuá királyságában. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20:30-tól
Jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!